Ennek a nyírteleki kislánynak már az iskolatáskájába kerültek a könyvek. A helyi általános iskola 8 évfolyamára összesen 4300 tankönyv érkezett meg augusztus 18-án a posta szállította a tankönyveket, amelyet a pedagógusok szortíroztak. A helyi általános iskolások 86%-a ingyen kapja a tankönyveket, hiszen idén az alsó tagozat három évfolyama térítésmentesen kapja meg a csomagot, azok sem fizetnek, akik három gyerekesek rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak, vagy tartósan beteg gyereket nevelnek, illetve sajátos nevelésű igényű a diák. A többiek átlagosan 10-14 ezer forintot fizetnek idén. A tankönyveket nem csak készpénzzel, átutalással, hanem többek között iskolakezdési utalványokkal is kifizethetik a szülők. Ahogyan az ismert ebben a tanévben, az első, második, harmadik évfolyamon és az ötödik, hatodik, hetedikesek is a kísérleti nemzeti alaptanterv szerint készült tankönyvekből tanulnak majd. Ezeket a tartós tankönyveket a diákok elvileg vissza is adják az iskoláknak, így ezeken szerepelnek a leltári számok is. Augusztus 25-ig naponta 300 iskola kapta meg tankönyvcsomagját országszerte, tájékoztatta korábban szerkesztőségünket a tankönyv ellátó, idén több mint 12 millió tankönyvet rendeltek az iskolák, mintegy 11,8 milliárd forint értékben. A kiszállított tankönyvekért nem előre, hanem az átvételt követően legkésőbb szeptember 15-ig kell fizetniük, a szülőknek